A pénzfa. Ja, értem, Vic. Köszi, köszi szépen. Én ilyen nagyon szépen nyíra, de ilyesmire gondolnék. Jó van, jó lesz ez. Tehát mondjuk nem túl nagy, de nem is kell, hogy nagy legyen. Ott a bejárat a medencébe, tehát oda nem kéne tenni. Figyelj, és olyat tudok csinálni, hogy... Hogy ne lássanak be a kertembe. Mondjuk ahhoz ennél egy kicsit nagyobbat kellett volna. Azt tudom, hogy el kell ültetni. De ott is lehetne hagyni. Mondjuk milyen jó, hogy nem ennél kisebb növényt választottam, és mondjuk egy ilyen 72-t próbáltam meg mondjuk lerakni belőle. És figyeljetek, amikor elültetek valamit és meglocsolom, az a végleges mérete, ugye? Tehát nem az lesz, hogy ez még megnő vagy valami. Nálunk például otthon anyuméknak a kert, az úgy van megcsinálva, hogy a kert körül van véve ugye nyilván kerítéssel, de belülről tujával van körberakva, amit én azért nagyon szerettem, mert télen, ugye ahogy megáll a hó a tujákon, azokat nyilván le kell róla szedni, hogy ne hajoljon meg, ne törjön el, stb. És azért amikor mész körbe, és a 132, soha nem felejtem el a számot, a 132 tuját körbe bazd meg, le kell havazni, az nagyon-nagyon kellemes téli játék a gyerekeknek a kertbe. Jó, ez még abból az időből van tyap-tyap, amikor télen volt hó. Egy sikeres ültetés. Köszönöm szépen. Látod a télapom milyen szépen ültet? Most már sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb dolga van a mostani gyerekeknek, mert már nincsen hó, nincs mit takarítani. Két-három. De nem tudod mivel összekötni. Itt ezek nagyon magas, tehát ezek ilyen, mit tudom, három méter fölötti nagyságú tuják. Tehát, hogy nem volt mivel összekötni. Miért volt ez, hogy valamelyiket kevésbé kellett öntözni? Nekem tetszik. Jó lesz az. A másik oldalt lássák a medencét. Mert többet locsoltam egyszerre, értem. Jó, ide amúgy szerintem egy ilyen szolid focipálya kellene, nem? Van focipálya? Focikapu gyereke. Hát ez mondjuk ez így annyira nem. Tehát, hogy teniszpálya. Nem, az nincs. Golf. Golf fotó ingolf szék. Akkor... Mit lehet még, de kosár. Kosárlabda. Olyan nincs. Trambulin? Hát olyan nincs. Pingpong. Bob plüspingvin.
pingpong labda, pingpong ütő, pingpong asztal. Na. Ez legyen zöld. Az nagyon jó. Ó, tényleg, és oda is leraktam a medencét, ott is kiszedte a füvet. Oh, fuck! Jó, egyelőre csak letesszük egy pingpongasztalt. Jó, most ennyi a kertrendezés, most mehetünk tovább a küldetésekkel. Mindegy, kaptunk egy pingpongasztalt, meg sok szép izét. Jó, bunker. Ezek szerint bunkerrel kell tovább haladnom. Hello, vettünk egy házat a feleségemmel, amihez egy háború utáni bunker is tartozik. Az előző tulajdonos nem igazán értékelte, és tárolónak használta, számunkra viszont fontos a biztonság. Az időjárás elég szélsőséges errefele. Egy tornádó vagy más katasztrófa esetén szeretnénk biztonságos helyre menekülni, ahol akár heteket is kihúzhatunk biztonságban. Bazisok kotont kell akkor vinni oda. A házat felújítottuk, de a bunkert szeretnénk egy profira bízni. Számíthatunk rá, hogy megfelelően felszereled? Hát persze! Hát persze. Hetekig tartó tornádó. Igen. Kell csak egy szimpla szívecske alakú ágy. Kell egy szívecske alakú ágy, és nagyon-nagyon-nagyon sok óvszer. Az véd a tornádó ellen. Amúgy mondjuk az ember méretű gaz az egy kicsit furcsa nekem. Hát na most számos kérdés fölmerült bennem. Tehát Miért a WC az első, amit meglátok, és ezt a falat nem lehet letakarítani. Miért a WC az első, amit... én nem is értem. Te figyeljetek, nem az volt már múlt... Ja, de. Nem az volt már múlt, hogy hármat tudok... De. Jó, így most már értem, hogy miért nem lehetett takarítani a falat, mert ugye lecsempészhetem, azért így egy fokkal elfogadhatóbb lesz. De mi... Tehát a bunker lejáratánál miért rögtön a WC-nek kell lennie? Tehát konkrétan a létráról ráereszkedek a budira. Szerintem ez minden csak nem jó, de... Ha én csinálnám, akkor nem így néz neki, az biztos. De szükség szólít. Jó, mondjuk igen, tehát azért gondolj bele abba az élethelyzetbe, amikor mondjuk egy tornádó elől menekülsz a bunkerbe, az első dolog biztos, hogy az, hogy összeszarod magad, ahogy leérsz. Mondjuk ebből a szempontból megértem. Könnyű szellőztetni. Igen, mondjuk egy ilyen kiadós reggeli kör után, miközben kint tombol a tornádó, ugye hetekig tartó tornádó,
nincs is jobb gondolat, mint kicsit kinyitni a bunkernek a tetejét. Az inkább probléma, hogy a generátor víz közelben van? Szerintem egyébként ez egy vízi generátor, Hirks. Tehát ez konkrétan vízzel megy. Vízből veszi ki az oxigént. Szalacsi is már megmondta. Ott még valamit ki is kellene csavarnom a falból. Nem mondod komolyan, hogy pont nem lesz elég. Hát én beszarok. Pont vennem kell még egyet, amiből konkrétan el fogok használni kb. 2 vagy 3. Vagy biomassa generátor, igen. Na, szuper. Ez fantasztikus, ezt most adhatom el. Jó. Acélsalgópolc. Na most a probléma az, amúgy ezt nem tudom, hogy hogyan akarja összehozni, mert oda kell valami. WC, zuhanyzó és mosdó. Hogy fog elférni akkor itt 2 ilyen salgópolc? WC. Na, hát, fel tudja, milyen WC legyen. Nem tök mindegy. Bunker. Fém WC. Az a szerelhető fém WC. Annál nincs is jobb, mint reggel ráülni egy jéghideg. Egy jéghideg fém WC-re. Az rózsaszín tetővel. A tökéletes. Várjál, hol a WC-nek a lika? Itt van. Én megpróbálom minél inkább a szélére rakni. Úgy. Ha sokáig nézem, akkor ebből is kijön az egér. Na jó, figyelj, akkor, hogy csak hogy jó érzés legyen, a salgópolcot azonnal mellé rakom. Jó. Kell ide egy zuhanyzó. Amúgy akkor már rakhatnánk ide valami basszó zuhanyzót, nem? Mondjuk egy ilyen lightos szaunásat. Az befér? Amúgy lehet, hogy beférne, csak még a többi dolgot is le kéne rakni. Mert először legyen csap. Van-e fém csap? Gondolom, annyira nem kellene luxi környezetet csinálni szerintem ide a bunkerbe. Lehet rá támaszkodni, ha hatalmas a kaki. Igen. Az fontos. Jó, hát akkor ide jöjjön ez. Az ide jön, ugye? Ezt jól láttam. Ó! Így, nagyon jó. Tudjátok, vannak azok a képek, meg videók, amikor a perfect engineering, tehát amikor annyira szarul terveznek meg egy-egy lépcsőt, egy ajtót, egy WC-t, egy fürdőt, hogy itt csak visítasz a röhögéstől. Na ez olyan. Tehát amikor például nem tudsz kinyitni egy ajtót, mert ott a WC. Na, hát itt egyszerre tudsz egyébként akár a csapba hányni, meg mondjuk... Igen. Jó. Na, akkor... Jaj, de nem fölfel akarok menni, haver. Oké, kell egy zuhanyzó. De hogy milyen zuhanyzót csináljunk? Mennyire kellene nekünk mondjuk ilyen luxikört? Jó lesz ez? Ez jó lesz.
Hát nem. Jó, ennél kisebb kell. Mi van, ha ezt rakom le? Rózsaszínnel. Na, ez így legalább nem foglal sok helyet. Tessék, össze is van szerelve. Nagyon jó. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy... Várjál. Ja, eltávolítás! Ó, bocs, azt nem néztem. Akkor ennél egy kicsit kultúráltabban is összerakhatnánk a fürdőszobát, nem? Most már ezt nem tudom áthelyezni. Tadám, hely! Ezt most már nem tudom áthelyezni, ugye? Tehát most már nem az van, hogy... hogy így fölveszem. Legalább oda tud folyni a víz a generátorhoz. Igen, ez mondjuk fontos. Ha eladom és újra fölrakom, olyat biztos, hogy nem csinálok. Pláne nem egy bunkernél. Jó ez így. Tudod mit? Rakjuk be középre a generátort. Így. Így már is sokkal több értelme van az egésznek. Elhelyezés, boiler. Ne basz fel, hogy ezeket még mind ide kell elhelyeznem. Ez mi? Ez mi az, amit most éppen ide csinálok? Én nem tudom, de ezt berakom ide középre. Ez volt a boiler. Komód. Az a baj, hogy nekem most ide... fából? Nem fából raktam volna ide, de te tudod. Tessék, ott van egy ilyen. Akkor kell neki... egy menő WC papírtartó. Azt figyelj bele az arcába, úgy. Úgy, az úgy még jobb. És plusz WC papír. Amúgy, hát nyilván arról volt szó, hogy hetekig tartó. Jó messzire rakom, hogy a legkellemetlenebb dolog legyen az, amikor elfogy, és szaros seggel kell elsétálnod a szoba túloldalára. Az innen, amikor megvan, letolva a gatya bokánál, és így csoszogsz, megpróbálsz minél szélesebb terpezbe. Olyankor megy a rákjárás. Na jó, azt még nem próbáltam, Aseko. Azt még nem próbáltam, hogy milyen rákjárásba menni, de nagyon vizuális típus vagyok. Rákjárás, bazeg. Zseni. Remélem ide is ugyanaz a csempe kell majd. Nem, de itt is összeszarták a padlót. Jó, ezt festenem kell, hogyha jól látom. És ugyanez bent a cégnél, megspékelve, hogy sietned kell. Jaj! Igen, nálunk egyébként az a vicces, én azt figyeltem meg, srácok, javítsatok, hogy a tévedek, ezek ilyen céges dolgok, hogy általában, amikor megyek be a mosdóba, akkor vagy azzal találkozol, hogy az ember a szart nem tudja maga után eltakarítani a WC-be, vagy a sprét nem tudja használni, hogy mondjuk valami emberi környezetet biztosítson a következő érkezőnek, mert így szerintem az van az emberekbe, hogy az a hely, amit a lehető leggyorsabban megpróbál elhagyni, hogy ne tudják, hogy ő volt ott. Ezáltal nincsen ideje arra, hogy megfelelően eltakarítson maga után, hanem megpróbál a lehető leggyorsabban arról a helyszínről elmenekülni, hogy nehogy előforduljon az, hogy valaki éppen akkor lép be a mosdóba. Mert akkor teljes mértékben, én nem tudom, tehát ez szégyelli az ember, vagy nem tudom, egy SS bőven elég ide. Hallod, a Mikulásnak, srácok, a Mikulásnak még ez is RGB-s.
Oké, itt azt mondja, hogy egyszerre hármat? De nem egyszerre hármat csinál. Ugyanúgy egyeket kenek le. Hogy van spré, általában az ember örül, ha budipapírt hagynak. Nem, nálunk van. Tehát nálunk mindig van spré is, budipapír is van. Csak a sprét azt nem igazán, meg, sőt, képzeld el, WC-kefe is van. Na, ez utóbbi kettőt nem igazán tudják, hogy hogy kell használni az emberek. Tehát se a sprét, se a WC-kefét nem igazán szokták. Tehát, hogy szerintem a munkavédelmi oktatás mellé amúgy ez is simán elférne. A WC meg rendeltetésszerű használata. Várjál, ezt meg kell mutatnom, bazzeg. Nyugi, nem egy szaros WC-nek a fotóját fogom mutatni. Van egy kollégám, aki viszont zseniális. Zseniális ilyen oktató képeket szokott kirakni a falra. Na most várjál, mindjárt megkeresem. Valahol meg fogom találni, mert direkt lefotóztam, visítottam a röhögéstől. Zseni egyébként a forma. Ez éppen ahogy Viktor jógázik, de ezt nem mutathatom meg nektek, mert azt mondta, hogy ez abszolút kompromittáló dolog. Mármint pingvinharcos. Nem Orbán. Na várjál, hol lesz ez a fotó? Itt van, megvan, figyeld! Tehát a WC mellett a falra egy ilyen volt fölragasztva. Tehát ott van kulabá, egy felirat, meg egy nedves törlőkendő. A következő szöveggel. Ho-di-ho! Kérlek, ha összedurrantod a WC deszka ülő felületét, legyél kedves letakarítani magad után. Senki sem szeretne ráülni egy olyan felületre, ami barna pettyekkel tarkított. Itt van hozzá egy fertőtlenítő kendő, ha legközelebb ilyen baleset lenne, használd, léci, köszi. Szóval nálunk egyébként vannak ilyesfajta kommunikációk a kollégák között. Hogy lehet összekakilni a deszkát? A Sekó, te emlékszel a mangós salátás történetemre? Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy elmerjem-e mesélni nektek. Az a baj, hogy egy-két kolléga, aki ott volt Discordon, amikor ezt elmeséltem, az már röhög. Na jó. Figyelj, már régen volt, le is tagadhatom igazából. Amúgy mind sétálok, a festékes vödrön. Várjál, ott még nem festettem ki. Na szóval a történetünk ott kezdődik. Nem itt meséltem, azt hidd el, hogy nem itt meséltem el, azt Discordon meséltem egy szűk baráti társaságnak. Na hát, szóval a történetünk úgy indul, hogy egy nagyon-nagyon kedves barátomnak volt legény búcsúja. Amikor is elmentünk, hát én már meg nem mondom nektek, valahova külföldre. Valahol külföldön volt a legény búcsú, de ilyen határközeli országba. Mert nem mentünk olyan nagyon-nagyon sokat. Valami borvidékre mentünk, az volt a lényeg, hogy valami borvidékre mentünk, de azt hiszem nem belföldön. Egy személyes ágy fiókkal. És elmentünk egy ilyen legénybúcsúra, ahol ugye az volt a lényeg, hát ugye gondolhatjátok, hogy mi a lényeg egy legénybúcsún, hogy irgalmatlanul be kell állni. És de most egy dolog hozzátartozik a témához, hogy én nagyjából egy piát nagyon-nagyon nem szeretek, meg nem is bírok, az a bor. Na most a legénybúcsúnak az első felvonása az úgy nézett ki, hogy különböző állomásokon mentünk végig, ilyen, hát ilyen,
nem bortúra volt, de ilyen piatúra. Tehát, hogy elindultunk az apartmantól, és így fölmentünk egy hegyre, ugye, ahogy mentünk végig a szőlős részen, ugye kb. Minden egyes háznál nagyon jó fejek voltak egyébként ott a környéken lakók, mert mindenhova behívtak piálni. De ilyen nagyon súlyos mennyiségű piát adtak minden egyes megállónál, ebből kell 4. És igen, 3, 4. Jó, ez így. És ugye kb. A második résznél már irgalmatlanul készek voltunk, és ugye tettünk egy ilyen kis karikát, ittunk, majd utána visszakanyarodtunk a szállásra, és ugye ilyenkor az ember már eléggé megéhezik, és akartunk enni valamit. De annyira én nem voltam éhes, meg tudtam, hogy a gyomromat azért kikészíti nekem a bor, úgyhogy eszek valami könnyűt, hát a srácok azok ilyen bélszint, meg nem is tudom, valami irgalmatlan kajákat ettek, közben ezzel a szobával készen vagyok. Én pedig gondoltam, hogy egy lájtos saláta, hát most érted, egy saláta nem készíti ki annyira a gyomrodat, nem mondom, én eszek egy jó salátát. És a menübe volt mangó saláta. Nem mondom, figyelj, én még ilyet nem ettem, mondom, kóstolj. Elhelyezés, szemét kidobásra, hát gondolom ez is szemét, akkor nem? Nem, ezt nem dobhatom. Gondoltam, hogy eszek egy jó mangó salátát. És ez meg is történt, nagyon-nagyon finom volt, mert amikor befejeztük a kaját, akkor elindultunk egy újabb körre, egy újabb ilyen kajakörre, és hát maradjunk annyiban, hogy a második megállónál éreztem, hogy ó, na itt hatalmas problémával fogok szembesülni, igen gyorsan. És hát érted, tehát ilyenkor nincs mit szépíteni a dolgon, így a házigazdától meg kell kérdezned, hogy amúgy elmehetnék-e használni a mosdót. És nagyon jó fej volt a bácsi, ő is egyébként hasonlóan kész volt már, mint mi. Mondta, hogy természetesen menjek hátra, és akkor ott a... Tehát úgy képzeljétek el a házat, hogy volt egy ilyen kis nyaraló feeling ugye a hegy oldalába. És így fölmentünk, tudom, ahol piáltunk, az egy ilyen lépcsőn kellett fölmenni a verandára, és ott ittuk magunkat nagyon durván. És mondta, hogy menjek le a lépcsőn, kerüljem meg a házat, és a ház oldalába lesz a WC. Tudod, már amikor mentem hátra, mondtam, úristen, bazd meg, ez mondom, egy pottyantós lesz, mondom, kész, nem baj, kész vagyok, muszáj elmennem. De nem az volt, hanem tényleg a háznak az oldalába volt egy épített WC, amit úgy képzeljetek el, hogy belépsz egyenesen, és így egyenesen így lépsz be, és erre fele hosszú volt a WC, de úgy, hogy az ajtóba volt a WC, nem veled szembe, hanem így 90 fokkal elfordítva, egy emelvényen. De úgy emelvényen, hogy mondjuk egy ilyen 20 centivel magasabb épített részen volt a WC, de ha ráültél volna, akkor a lábad a lentebbi szinten van. Tehát nem férsz föl oda arra az emelvényre. És így által, mondom, valami nem lesz okés, most ezt valahogy meg kell oldani, nyilván ilyen helyen nem ül rá az ember a WC-re, úgyhogy gondoltam, hogy ez a guggolós módszer lesz. Na most alapvetően ugye a WC-k általában nincsenek túl magasan, tehát megpróbálhatod azt, hogy így a környékére elé, mellé, fölé guggolsz, na de ezt képzeld el úgy, hogy a WC 20 centivel följebb van, tehát hogy úgy annyira nem könnyű megoldani azt. Úgyhogy, de valami eszméletlen pózba sikerült ezt így abszolválnom. Na most nem tudom, hogy próbáltatok-e már, sajnos nem is guggolva, hanem így félig álló, de ugyanakkor előre hajolós pozícióba elvégezni a dolgotokat. Pláne egy ilyen szituációban, amit az előbb lefestettem, hogy alapvetően nem bírja a gyomrod mondjuk a bort,
és még ezt megspékeled egy erőteljes mangó salátával. Na most ennek az eredménye az volt, hogy elvégeztem, tehát hogy, már bocsánat, hogy ezt mondom, elvégeztem a dolgomat, majd utána gondoltam, hogy lehúzom, és írd és mond, a WC-n kívül a teljes falat összefostam. Bár bocsánat, meg elnézést, mondjuk most még nincsen délidő, de konkrétan sehol máshol nem volt semmi, csak a falon. Na most, mondom, próbáld elképzelni azt a szituációt, hogy csatak kész vagy, egy teljesen ismeretlen ember WC-jének a falát teleszartad, és így állok, hogy mondom, most mit fogok csinálni? Tehát, hogy most... Tehát most innen hogy van a kiút? El nem szaladhatok, mert ismerős a környék, mármint ugye az embernek a szállásadónak az ismertség. Mondom, ezt hogy oldom meg, meg ezt nem tudom. Na most jött a slusszpoén, mondom, semmi gond, van csap, elkezdek mosni. Nem jött víz. Mondom, oké, akkor próbáljunk meg ebből a legjobban kijönni, minthogyha semmi probléma nem történt volna, én kisétáltam a mosdóból vissza a verandára, és egy óvatos kérdést föltettem a ház tulajdonosának, hogy uram, elnézést, hogyan húzhatnám le a WC-t? Na most a bácsi éppen töltött a srácoknak egy újabb kört, annyit mondod, hát azzal lesz egy kis baj, ugyanis elzárták a vizet. De van egy jó hírem, hátul van egy kút, abból tudsz merni magadnak vizet egy vödörbe, és leönteni a WC-t, tehát így lehúzni. Hú, mondom, bazd meg, ebből mi lesz, geci? Mondom, én ezt hogy fogom? Tehát mondom, most kimegyek a kúthoz, egy vödör víz, és elkezdem utána önteni a falat. Tehát mondom, itt nincs mese. És tényleg képzeljétek el, az volt, hogy hátra mentem, és hordtam be a vödör vizet, és próbáltam a szart lemosni a falról, ami nem csempe volt. Nem csempe volt, Bernardo ráérzett a dologra, ez egy festett fal volt. Mondjuk körülbelül olyan állapotban volt, mint ez. Tehát most nem akarok, azért nem akarok csúnyaságot mondani, de körülbelül ilyen állapotban volt, tehát majdnem észrevehetetlen volt rajta a szar. Amúgy nem tudom, hogy feltűnt-e a bácsinak, de a kérdés után, hogy hogyan tudnám lehúzni a WC-t, egy körülbelül fél órával most mit festek? Körülbelül egy fél órával később jöttem vissza, nem kérdezett semmit. Csak annyi volt egyébként, hogy miután visszajöttem, a srácoknak jeleztem, hogy amúgy annyira nem vagyok jól, skacok, mehetnénk-e? Aztán gyorsan elhagytuk a tett helyszínét. Szóval ez egy nagyon kemény legény búcsú volt. Lehet, hogy nem én voltam az első. Elképzelhető, hogy nem én voltam az első. De most minden viccet félretéve, életemben nem éreztem magam még annyira kellemetlenül, mint ott. Tehát, hogy ha nekem egyetlen, tehát hogyha tudjátok, megkérdezik tőletek, hogy meséljétek el az életetek legkellemetlenebb történetét, vagy szituációját, amit föl tudtok idézni, én nem tudok ennél kellemetlenebbet elképzelni. Tehát, hogy amikor elemi erővel gyömöszölöd ki magadból egyébként azt a teljes gyomorrontást, és na mindegy, nem is ecsetelem. Tehát, hogy amikor annak minden egyes eleme a falon köt ki, akkor azért tudod, hogy ott valami nagyon-nagyon nem lesz kellemes. Úgyhogy azóta nem ettem mangósalátát, és amúgy, csak hogy összetudjátok kötni a történetet, ezután a sztori után készült az az emót, amit tyap-tyap spamel, az egy mangósalátás bagoly. Tehát egy bagoly, ami mangósalátát zabál, és ezután rajzolta meg amúgy azt a... Várjatok, azt szerintem... Azt nem tudom, hogy mutattam-e.
Csak hogy mennyire jó fej a közösség, miután ezt a sztorit elmeséltem nekik, azután készült egy ilyen póló. Tehát egy bagoly, ami eszméletlenül zabálja a mangó salátát azzal a felirattal, hogy edd ki. Csak amikor megkérdezik tőlem, hogy neked amúgy milyen a közösséged, mennyire támogató, mennyire együttérző, akkor én nekem mindig csak ezt idézem föl. Na, itt mit kell csinálnom? Elhelyeznem csomó mindent. Első segélykészlet. Vizes tartály. Abból kell 5. Velem vannak a szarab szitukban is. Igen. Ja, szóval ez a története egyébként annak az emótnak. Élelmiszer tároló. Ebből kell 4. Ez a lentire is befér, oda is befér. Én a WC-t hánytam a szállodába 350 fokba körbe. Na amúgy tudjátok mit? Ha már én megosztottam veletek egy ilyen történetet, akkor azért tehát könnyíthettek ti is a lelketeken, és mesélhettek ti is hasonlóan kellemetlen dolgokat. Tehát hogyha én bevállaltam, akkor egészen nyugodtan ti is bevállalhatjátok. Üveges leves. Uff, az mondjuk elég rosszul néz ki. Tészta, abból jöhet 4. Kovászos uborka, az már itt van? Én már leírtam az előbb, csak pont kimentél a pólóért. Na várjál. Most azért erre kíváncsi vagyok. Én annól, amikor 10 évesen elsőnek, úgy igen, amúgy nekem is ez a történetem 10 évesen történt, tehát nem voltam 25-26. Én annól, amikor 10 évesen elsőnek, úgy igazán mocskosul berúgtam, lehánytam a plafont a WC-n, micsoda? Hogyan tudtál a plafonba hányni? Azta! Szia, Tibi! Jókor érkeztél, igen! Igen, nem véletlenül az a neve az emótának sem. Három éve 7,5 hős hónapos 7,5 hónapos terhesen? Gondolom. Kaptam a reggeli vizsit, úgy kínai étterem mosdóját tettem tönkre. Az igen. Templomkertbe. Nagyon szép, Mogyi. Szia, Riri. Fók, az igen, társasház elé, szép, oké, köszi, most egy kicsit megnyugodtam azért. Hogy tudtad lehányni a plafont, azon én is gondolkodom. Férjem sztoriát tudom elmesélni, mindig a jó... Igen, én mindig a józan voltam a társaságban. Az emeleti szobában voltak, az egyik haverja rosszul lett, kihányt a szúnyogháló keresztül. Az azért jó, mert az nagyon jól szűr. Úristen! Ha 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 ha
Veled még nem, mindkét egy... Na, köszi, köszi szépen, Herman. Köszönöm, köszönöm. Szerenádon a matek tanár kertjébe a kisgyerekei trambulinja mellé hánytam. Riri majd mesél nekem privátba. Ő nem meri megosztani itt a cseten, de szerintem még a streamjén se. Az igen, vonár. Ez utána a téma után jó lesz ebédelni, igen. Beterítette az egész szobát, akkor átszólt, azt hittük lőttek. Az igen, Hunti. Az igen. Na várjatok, most rizst kell vennem. Azt mondja, ebből is kell 4. Igen. Mogyoró vajból kell 5. Én amúgy nem tudom, hogy ti ettetek-e már mogyoró vajat, tehát hogy az a fajta amerikai mogyoró vaj, az nekem nagyon nem jön be. Paradicsom konzerv. Egyszer próbáltam, de nekem nagyon nem ízlett. Jól van, Herman, rendítsek. Már előre láttam, hogy milyen káosz lesz, amikor csinálunk majd egy ilyen közösség találkozót. Na majd ott jöhetnek ezek a történetek. Tonhal konzerv, és kell egy széf. Az igen. Azt rakjuk be a sarokba. Nagyon jó. Van még tovább? Az meg még mindig van szoba. Nem, meg amúgy is gondoljátok, hogy szerintem Ririnek semmi kínos története nincsen. Ő túl jó lány ahhoz, hogy neki ilyen történetei legyenek. Rendelek is mogyoróvajat. Hát rendeljél. Amúgy azt lehet tudni, hogy ha már salgópolc, akkor miért nem lehet ugyanolyanokat berakni? Vagy ez csak nekem fordul meg a fejembe? Itt egy mikró. Ririnek tuti nincs semmi ilyen, ne aggódj. Nem véletlen lekvározzák a kenyér másik felét? Na, az még az instant fosás, ha már itt tartunk. De amúgy... Nem tudom, ti próbáltátok már ezt a mogyoróvaj és lekvár kombót? Hogy teljesen őszintén, én még nem mertem. Addig jó, míg jó kislánynak néztek. Van, amikor jó, de... Ne menjünk bele. Not bad. Mondjuk az a baj, hogy nekem alapvetően az a mogyoró vaj nem ízlik, tehát valószínűleg ezért sem annyira rajongtam az ötletért, hogy a mogyoró vajat együtt a lekvárral. Lehet, hogy nem rossz. Mit kell csinálni? Eltávolítás salgópolc. Ó, nagyon jó. És hogy az acél salgópolcot is. És ezeket erkölcstelen. Nem is mondtam semmit. Míg az acél salgópolcot is el kell távolítanom, de ezek meg akkor itt maradnak? Magyarul vaj, próbáltam még csak, de az borzalmas. Eperlekvárral próbáltad. Két napig fosás not bad.
kis Milko pedig jó ötletnek tartott a nadrág nélkül egy szál pöcsben visszamenni a táskámig és kivenni egy rövid nadrágot, jó? Hallod, akkor inkább mentem volna összeszart nadrágba ilyen nagy terpezbe a szerintem a táskáig. Az keményebb vállalás azért szerintem egy ilyen full pucérságot bevállalni. Mit írt Flaska? Vagy ez mire vonatkozott? Hú, nem tudom, csak látom, Anna válaszolt neki. Ja, hogy volt rajtad póló, akkor ilyen Figyelj, nem biztos, hogy rossz a... Nem biztos, hogy jobb az, Milko, amikor Donald kacsázol egy osztály kiránduláson. Tehát az, ami... Figyelj, az lehet, hogy problémásabb. Ezt majd elolvasom később, amit kaptam. Nem olvassunk be privát üzenetet. Elhelyezés 10. Mi az, hogy elhelyez... Ja, értem. Oké, ezt most várj, ezt most megint kell festeni. Szegény Ritus nem készült fel a mai streamre szerintem. Hát ha csak nem klippeltek, vagy küldtök el neki timestampelt üzenetet, hogy én, amúgy azt megtehetnétek, mert én el fogom felejteni, akkor nem biztos, hogy fogja látni, mert nem mindig szokta végignézni a teljes streamet, van, amikor csak az elejét és a végét nézi meg, hogy jól ki tudja vágni a vodot. De ha küldtök neki valami timestampelt részt, hogy Ritus, erre külön fölhívnánk a figyelmetet, akkor higgyétek el, meg fogja nézni. De mert volt még egy másik sztori, az nem az én sztorim, mert mint ott voltam, és ugyanez az esemény, tehát ugyanerre a legény búcsúra mentünk, de a haverom, akinek akkor derült ki, hogy nem bírja a kaprot. A kapros, várjátok, hogy fogtok rá emlékezni? A kapros sztorit meséltem-e, amikor a négy sávos autópályán történt baleset az egyik nagyon kedves cimborámmal. Azt szerintem streambe meséltem már nektek, úgyhogy azt szerintem akkor nem mesélem el. Arra majdnem biztosan emlékszem, hogy ezt elmeséltem. Ennek hogy lehet kifestve ez az oldala, ha ebbe a szobába... Mi itt kezdtem volna? Hát, emlékszem rá. Mindegy. Egy streamre egy sztori. Majd azt akkor máskor elmesélem. Na! Itt nagyon modernek leszünk most. Borzsa, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi a feliratkozást. Oké, aranycsap. Na, az borzasztóan néz ki. A fehér csap az jó. Ez így tetszik. Ó, meg most meg nem fogom tudni letenni oda. Jó, de azokkal a szerszám... Tehát ezekkel mit fogok tudni csinálni? Az! Gázpalack! Az dajon kell ide. Mennyi kell ebből? Egy. Ó, lesz az ott.
addigra elfelejtitek. Nem, a legénybúcsús az a mangóssal is volt. Ja, ez most a szarós stream, igen. Ha játékot váltunk, az következő streamnek minősül-e. Keresitek a kiskaput, de nem. Modern fali szekrény. Ú, na várjatok, hol van ebből a kék? De nem már, hogy nem tudok belőle kéket csinálni. Fehér. Hú, hát, ha, oké. Na várjál, ennél sokkal kisebbre számítottam. Kanapé. Na bassz meg, az se fog elférni. Várjál már. Ezeket a szarokat hova tegyem? Amúgy ezeket miért nem lehetett eladni, azt nem értem. Érted, még a mikrót sem fogom tudni föltenni sehova. Mit kell még rá? Valami asztal, szék, fali polc. Na jó, akkor ezeknek még kell hely. Nem lehet, hát a szekrénybe ilyeneket nem lehet berakni. Oké, kezd nem jó lenni a dolog. Az nem fér el. Hát, ez így minden csak nem jó. Nem tetszik. De nem is az én bunkerem. Roxy Junior, nagyon szépen köszönöm. Na most azért ezt így félve kérdezem meg, de hogy nem a szarós történetek miatt jönnek ezek az új feliratkozások, ugye? Tessék, itt lehet csavarokat válogatni. Tehát ide fognak lejönni az emberek csavart válogatni. Szóval nagyon szépen köszönöm, srácok, meg üdv mindenkinek, aki újonnan érkezett erre a csodálatos streamre. Egyelőre a mikrót nem tudom hova tenni. Majd talán erre a fali polcra rá tudom szuszakolni. Meglepődnék. Egy bunkerbe jó lesz, nem? Én mondjuk kettő kell, hogyha kirakhatom elé. Nem. Jó, így be van szorítva és nem esik le. Száz százalék. Figyelj, ez sokkal többet ért, mint 3,5 millió. Ez így, a történettel egybespékelve ez sokkal többet ér. Haza kísértem. Na várjál, kolbásztöltő. Tehát helyből lehet, hogy velem van a probléma, de szerintem a cseten lévők 90%-a, ahogy elolvassa az első kettő sort, egy teljesen más történetre számít. Annó még friss kapcsolat révén építettem a bizalmat a családdal, és hazakísértem a barátnőm húgát a kocsmából. Na, tehát, hogy láttam már filmet így kezdődni, az nem a bizalomépítésről szólt. Azt mondja, előtte gyorsan beöntöttem magamba azt a kettő szörpözött sört, amit kikértem, ez lehetett a probléma ott oka. Miután hazavittem és visszaindultam a helyszínre, félúton rám jött a tifra, és természetesen 300 méterre volt a legközelebbi Meki, amit futva, ilyen csoda,
létrajárásba közelítettem meg. Az milyen? Várjál, létrajárás. A létrajárásról nekem az jut eszembe, amikor fönt van az ember a létra tetején, és így tipeg egyiket a másik után teszi. Az? Ja, hogy ilyen háromszögbe járta. Igen, így már értem. Pingvinben, az igen, kemények vagytok. De egyébként hasonló a Veronnak is a sztoria, ami az autópályás volt, de majd azt legközelebb elmesélem.